Volt, aki egyszerre két fenyőt is felpakolt az autóra. Csütörtök délelőtti helyzetkép a Tarcsai úti piacon. A Győrszol által üzemeltetett árusító helyen még karácsony előtt két nappal is nagy volt a választék. Nincs ez másképp a vásárcsarnoknál sem, mondta híradónknak a szolgáltató kommunikációs menedzsere. Őstermelők hozzák a szebbnél szebb fenyőket, akik legnagyobb rész Zala megyéből, emellett Veszprém és Győr-Sopron megyéből érkeznek. Tarcsai úti piacon 15 őstermelő, a csarnoknál további 10 őstermelő kínálja a fenyőit. Nagy a választék, kedvezőek az árak, mindenkinek ajánljuk, aki még nem tette meg a fenyőfa beszerzését, érdemes ezeken a helyszíneken is körülnézni. Közvetlenül a karácsonyi ünnepek utánra is gondol a szolgáltató, ugyanis kikerülnek a szokásos fenyőgyűjtő ketrecek, amiket speciális táblákkal jelölnek majd. A lakossági igények miatt az eddigi 74 helyett 94 ilyen lerakatot helyeznek ki a szakemberek városszerte. Pont az a célja a kezdeményezésnek, hogy a lehető legtöbb helyen el tudják helyezni terítésmentesen, ingyenesen és környezetbarát módon a lakók a fenyőt. Nagyon fontos, hogy aki kidobja a fenyőfát, lehetőség szerint a kijelölt fenyőgyűjtő helyre tegye, illetve szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehetőség szerint a díszeket, dekorációt mindenki szedje le. Erre azért van szükség, mert az ünnepek után összeszedett 35-40 ezer fa a Likócsi komposztáló üzembe kerül, ahol az idegen anyagok nehezítik a lebomlást. Fontos az is, hogy egyéb háztartási hulladék se kerüljön a gyűjtőhelyekre. Szintén szeretnénk kérni, hogy a kijelölt fenyőgyűjtőhelyekre a lakosság más jellegű hulladékot, építési törmeléket, csomagolanyagot ne vigyen. Ezzel kapcsolatban szintén fontos információ, hogy a pirosbetűs ünnepeket kivéve a győri hulladékudvarok nyitva vannak, tehát a ünnepek alatt természetes módon összegyűlő nagy mennyiségű csomagolóanyagot a pirosbetűs ünnepek kivételével a hulladékudvarokban el lehet helyezni, illetve a szelektív gyűjtőszigetek szintén rendelkezésre állnak. A Győr-Szol tehát felkészülten várja az ünnepeket. Remélhetőleg a győriek is hasonló figyelmet fordítanak majd a megfelelő hulladékkezelésre.